Egy 27 éves jászladányi férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy az egyik helyi élelmiszerüzletből különböző árucikkeket tulajdonított el 35 ezer forint értékben, azonban a betöréssel mintegy 250 ezer forintos rongálási kárt okozott. A bűncselekményt megelőzően nyitvatartási időn kívül egy töltőállomásra ment be, ahonnan csipszet és 20 üveg fél deciliteres alkohol tulajdonított el. A járőröző egyenruhások épp a bűncselekmény helyszínének közelében ellenőriztek egy helyi lakost, akinél chips és kilenc üveg mini szeszes ital volt kérdésre, hogy honnan származnak a nála lévő tárgyak, elmondta, hogy egy férfivel találkozott az imént, aki megszólította és adott neki az italokból és a chipsből. A rendőrök adatgyűjtést és kamerafelvétel elemzést követően gyorsan elfogták és előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, akit kihallgattak. A rendőrök nem csak egy két jogsértést rótták a terhére, hiszen a megalapozott gyanú szerint korábban egy berendezett de nem lakott Jászladányi családi házból radiátort, gázkazánt, étkezőasztalt, nyolc széket, gáztűzhelyet és konyhabútor elemeket tulajdonított el. Majd egy Jászladányi sütőipari KFT és egy élelmiszerbolt bánta a jogsértő tevékenységét több ezer forintos lopási kárt okozva magatartásával. A férfi egy női ismerősénél is megjelent, akitől pénzt követelt, mivel nem kapott fenyegetőzni kezdett, hogy felgyújtja a házat és szétveri a kint parkoló gépkocsikat. Fenyegetését követően a hűtőből 5 kg sertéshús tulajdonított el. A rendőrök az ügyeket egyesítették és azokat egyenjárás keretében vizsgálják. A nyomozóhatóság a gyanúsított űrizetbe vétele mellett előterjesztést tett a letartóztatása indítványozására. A Jászberényi rendőrkapitányság hát, több rendbeli lopás bűncselekmény és kényszerítés büntet elkövetése miatt folytat eljárást.